A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték dr. Eskovács Ilona etnográfust, népművészet kutatót, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökét, akinek szeptemberben a Magyar Művészeti Akadémia életút díjat adományozott. Dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány október 23-a alkalmából szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként Vámosi Róbert rendőrszázadost, a karcagi rendőrkapitányság hivatalvezetőjét rendőr-őrnagy rendfokozatba, Turterebesi Béla rendőr-törzászlóst, a karcagi rendőrkapitányság körzeti megbízott csoportparancsnokát rendőr-főtörzászlós rendfokozatba léptette elő. Szeptember 29-én Zalaegerszegen a Városi Polgármesterek Rendezvúja rendezvényen Szepesi Tibor polgármester az év polgármestere díjat vehette át Dukai Miklóstól, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától. A karcagvárosi önkormányzat és a karcagi polgármesteri hivatal nevében Gyurcsák János alpolgármester gratulált az elismeréshez. A köszöntéseket követően a testületi ülés megtárgyalta és jóváhagyta a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát. Az intézményi étkeztetés biztonságos ellátása érdekében szükségessé vált a vonatkozó önkormányzati rendelet térítési díjakra vonatkozó mellékletének módosítása. A Millió lépés az iskoládért kihívás ősszel is folytatódik, melyen azon 100 iskola nyerhet sorsolás útján sporteszközök vásárlására 1-1 millió forintot, amely legalább 5-ször teljesíti az országos kékkörtávját. A kampányt a karcagvárosi önkormányzat is népszerűsíti további 300 ezer forintos sportszertámogatással. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT elkészítette és jóváhagyásra elküldte a karcagvárosi közigazgatási területére vonatkozó egységes vízkorlátozási tervet, melyet a képviselőtestület egyhangulag elfogadott. A házi orvosi ügyeleti ellátás változása miatt szükségessé vált a karcagi többcélú kistérségi társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása. Elfogadásra került a karcagi általános iskolák felvételi körzeteiről szóló határozat. December 31-én több külterületi ingatlan esetében is le fog járni a haszonbérleti szerződés. A további hasznosítás feltételeinek és lehetőségeinek kidolgozásáról egyhangú döntés született. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint november 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel tart ülést.